Koronavírus fertőzés miatt lélegeztetőgépre került Yulia Tymoshenko volt ukrán miniszterelnök, közölte a BBC ukrán adással megbízható forrásra hivatkozva. Tymoshenko sajtófőnöke vasárnap megerősítette, hogy a Batykivcsina párt vezetőjét COVID-19-el diagnosztizálták, és a betegség ledöntötte a lábáról. A lánya és a sógora is elkapták a vírust. Tymoshenko a narancsos forradalom egyik vezéralakja volt. 2005-ben lett miniszterelnök, utána az elnöki székért folytatott versenyben alulmaradt Viktor Yanukovyccsal szemben. Janukovics alatt korrupciós vádakkal börtönbe került, de annak bukása után kiszabadult, két elnökválasztáson is elindult, de először Petro Poroshenko, másodszor Volodymyr Zelenskyy előzte meg. Az ukrán BBC szerint a politikus állapota válságos, a hőmérséklete nem csökken 39 fok alá. Lányánál és vejénél a betegség enyhe lefolyású.